2021 tavaszán még javában dolgoztak a munkagépek fényes létke határában, kedden pedig már befektetés ösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégia alkotó workshopot tartottak az East West Gate egyik csarnok épületében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat projektjéhez kapcsolódó konferenciát azért nem a megyeháza patinás falai között tartották meg, mert szemléltetni szerették volna, hogy egy kisebb település is tud fejlődni, és modern 5G-s technológiát alkalmazó létesítménnyel ösztönözni a helyi munkavállalókat és a befektetőket. A megyei önkormányzat a Paktum programban valósít meg egy olyan projektet, amely együttműködéseket, továbbfejlesztési lehetőséget villant fel a megye gazdasági szereplői számára. Ez egy kis része a projektnek, de egy fontos része, hogy a gazdaság szereplőivel, cégek vezetőivel, önkormányzatokkal vizsgáljuk a tovább lépés lehetőségeit. Egy workshopot valósítunk meg most itt Fényeslitkén, és hát nagy érdeklődés van, láthatólag a résztvevőkért is nagyon érdekli a itt bemutató technológiai, illetve az itteni lehetőségek, hogy milyen további gazdasági fejlesztéseket indukál egy ilyen logisztikai fejlesztés, milyen további munkahelyeket teremt azzal, hogy itt van Fényeslitkén ez a nagyon korszerű és modern terminál. Az East West Gate az egyik legjobb megyei példája a munkanélküliség és a munkaerő hiány csökkentésének. A világ legmodernebb technológiáját megvalósító vállalat olyan darúrendszert használ, amelyet távolról lehet irányítani, ez pedig jelenleg európai szinten is egyedülálló. Ezért a fiatalok, pályakezdők is szívesen jönnek ide dolgozni, jelenleg az átlag életkor 30 év. Intenzíven építkezünk már, a 100 fő körüli a létszámunk, hamarosan el fogjuk érni azt az általam jelzett 130 fő saját állományt, ami azt gondolom, hogy már egy jelentős foglalkoztatóvá tesz bennünket, és nagyon bízom benne, hogy mindazok a fejlesztések, ami itt a környező településeken zajlik, a szabályos tervek módosítása, egy olyan nagyobb ipari park létrehozása, ahol több alternatív lehetőség is van a beruházók ide csábítására, újabb munkahelyeket generál, és azért azt el kell mondanom önöknek, hogy mi nem minimálbért fizetünk. Tehát a társaság átlag bérszínvonala messze a megyét meghaladó, annak körülbelül a duplája. Bármelyik budapesti céggel versenyképes az a jövedelem, amit mi itt a kollégáknak adunk. Így nem csak a befektetőket egyre jobban vonzó nyíregyházi lehetőségekkel, de akár budapesti cégekkel is képesek felvenni a versenyt. A terminál akár a Debrecenben épülő gyáraknak is stabil logisztikai háttere lehet. Sőt, európai jelentősége is van a létesítménynek. A jelenlegi kapacitás havonta 200 ezer, évente pedig 3 millió tonna gabona átrakását teszi lehetővé. A fejlesztéseknek pedig még nincs vége, egy 75 ezer tonnás síkgabona tárolót is építenek majd a területen.